Vagy milyen anyagok szerepelnek a védőoltásainkban, amit nem írnak rá használati utasításra? Többször is elém került már az interneten néhány részlet egy szőke hölgynek az előadásából, és elkezdtem kutatni, hogy ki ő, és az derült ki, hogy őt úgy hívják, hogy Anita Petek Dimmer, zürichi, svájci szociálpedagógus, aki a gyerekeinek a védőoltása kapcsán összetűzésbe került egy gyerekorvossal, és elkezdte kutatni, hogy mik is ezek a védőoltások, és valóban segítenek-e. Olyan dolgokra jött rá, aminek nem örülnek azok, akik ezeket a védőoltásokat gyártják, és akik nagyon jól profitálnak belőlük. A hölgy 2010-ben egy hosszú betegség után meghalt, tehát ő már a COVID-oltásokkal kapcsolatos mizériát nem élte át, valószínűleg hallotta volna a hangját akkor is. Én megtaláltam azt a teljes előadást, amiből részleteket láttam korábban, és részletekben lefordítva itt közzéadom. Nem akarok vele darásfészekbe nyúkálni, nem akarom senkinek megváltoztatni a véleményét a védőoltásokkal kapcsolatban, de azt gondolom, hogy tájékozódni mindenkinek joga van. Az első részben azt a részt választottam, ami a védőoltásoknak a múltját, az eredetét taglalja. Edward Jenner, angol orvos, 1796-ban kezdte meg a himlőoltást. A himlő elleni oltást már évszázadokkal ezelőtt próbálgatták, de az elsőt hivatalosan csak 1796-ban vezették be. Ezután jött Louis Pasteur, a francia. Ő sem volt orvos, ahogy én sem, ő sem volt orvos. Képzeljék csak el, vegyész volt a szakmája, és az egész oltási ipar tulajdonképpen rajta alapul, nem Edward Jenneren. Bár ő kezdte a himlőoltással, de Louis Pasteur volt az, akire ma ez az egész védőoltás elmélet épül, még a szószólók is elméletnek nevezik, és ezért érzem úgy, hogy nagyon jó körökben vagyok, mert a jó ember ugyanolyan kevéssé volt orvos, mint én, és mégis ma az egész iparág ráépül. Ő adta be a veszettség elleni oltást 1885-ben, ez volt az első oltás, amelyet beadott, aztán jött a lépfene, és így tovább, és még néhány más oltás, amelyekkel kísérletezett egy kicsit, de az, amelyel igazán nagyszabásúan beszállt a vakcinázási üzletbe, a veszettség elleni oltás volt. Aztán van egy másik, ő német orvos, dr. Robert Koch, aki 1928-ban fejlesztette ki a tuberkulózis elleni oltást. Erről az oltásról azóta már sokat tudunk, aztán a himlő elleni oltás. Feltételezem, hogy a legtöbben még mindig be vannak oltva himlő ellen, Németországban több mint 100 évig kötelező volt a himlő elleni oltás. Aztán a veszettség elleni oltás, remélem, hogy a legtöbbjüknek semmi köze nem volt hozzá. Tuberkulózis ellen feltételezem, hogy az idősebb generációból a legtöbbünknek legalábbis ez az oltás megvan még. Szeretnék nagyon röviden beszélni Edward Jennerről, majd Pasteurről, hogy röviden bemutassam, hogyan és miért érte el az oltási ipar ezt a méretet. Miért és milyen alapokra támaszkodik, és ha ezt látják, akkor a fejüket fogják rázni, hogy milyen alapon nyugszik ma az oltásokba vetett hitünk. 1798-ban Edward Jenner, angol orvos, írt egy jelentést 23 himlős esetről. Ez volt a himlőoltás első állomása. 15 ember, akiket beleírt ebbe a jelentésbe, ez a mai oltás alapja, teljesen oltatlanok voltak, mégis bevonták őket. Valóban megbetegedtek, teljesen normálisan himlőben, meggyógyultak, és ő úgymond bevonta őket a tanulmányába, mint bizonyítékot arra, hogy a himlő elleni oltás működik. De egyáltalán nem voltak beoltva. John Baker, egy 5 éves kisfiú néhány nappal az oltás után meghalt. De ezt csak évekkel később hozták nyilvánosságra, Edward Jenner maga is megpróbálta eltusolni a dolgot, a jelentésében egyáltalán nem is említette. Nem akarom az összes esetet egyesével végigvinni, az általa közölt 23 esetből csak 4 tekinthető valódi bizonyítéknak, mindössze 4 eset, és erre a 4 esetre épül a himlő elleni védőoltás,
És erre a négy esetre épült több mint 100 éven keresztül az, hogy emberek a legtöbb országban, kivéve Svájcban, ami megint külön utas volt, hála Istennek, hogy az emberek az egész világon többé-kevésbé kötelezően be vannak oltva. Négy egyedi eset alapján ezt képzeljék el. Ezek az emberek csak néhány héttel a jelentés megírása előtt lettek beoltva. És még súlyosabb az a tény, hogy nem történt nyomonkövetés. Ez azt jelenti, hogy nem volt nyomonkövetési időszak. Senki sem tudhatta, hogy védettek-e vagy sem, milyen mellékhatásaik lettek később. Soha nem volt bizonyíték a védelem szintjére és időtartamára vonatkozóan. És mégis, mint mondtam, ezen a négy eseten alapulva emberek millióit oltották be kötelezően 100 éven keresztül. 1987-ben, bár ez változó, a kötelezettséget feloldották, egészen pontosan a vakcinázást akkor tiltották meg. Svájcban, mint mondtam, csak 2 kanton volt, ahol egyáltalán bevezették az oltási kötelezettséget, és csak 2-3 évre. Egyébként Svájc azon kevés országok egyike, ahol soha nem volt ilyen mértékű hímlőjárvány, és tudják miért? Mert nem volt hímlő elleni védőoltás. Ez az egyetlen és igaz ok. Jennernek van egy könyve, vagy inkább füzet, ahol ez le van írva, Inquiry a címe, meg tudom adni a forrás, ma is kapható eredeti angol nyelven. A tudományunk és vele együtt a mai modern orvostudománya teljes oltásiparával együtt a himlő elleni oltás ingatag talajára erre a négy esetre építi a hitét, és erre soha utólag nem bizonyított alapra oltja több mint 200 éve többé-kevésbé az egész emberiséget. És ezt a mai napig hivatalosan senki sem kérdőjelezte meg igazán, hanem egyszerűen csak folytatja.